ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És itt a 380-valahányadik adás is. 89, nem? 89, legyen 89. Nem tudom, hogy a bónuszt azt, azt beleszámoltuk-e. A lényeg, hogy... Stream szám a 389? Megtisztelve érzem magam egy ilyen kerekszámon részt venni. Nem, aztán hárommal osztható, nem? Ez nem. Most ez nem. Most az újfajta kérdés, amikor... Mint ahogy régen, amikor bedobtátok ezt, hogy akkor mit tudom, kinek van több piros lapja, és akkor majd igen, adás közben kiterül, és akkor... Ezt most visszahoztuk a műsorokba, úgyhogy... 20 perc kérdéssel később megmondjuk, hogy prím számra a 393. A lényeg, hogy jól választottunk időpontot, mert pont a BL sorsolásról lemaradunk, Európa Liga sorsolásról lemaradunk, Konferencia Liga sorsolásról lemaradunk. De kit érdekel? Amúgy, hát igen, mondhatnánk ezt is. Amúgy most már lassan VB-re hangolódunk, ez a nagy bejelentések hete, már mint a keret hirdetések hete. Szabó Krisszel beszélgetünk. Hello. Aki könyvszerző és a 24.hu újságírója, ez a legpontosabb titulus most? Állandó szerzője, amikor így lettem bemutatva egy másik podcastben. Igen. Igen, írtunk egy könyvet. Fociról szól, Woody Allen után szabadon, hogy elolvastam a Háború és békét Oroszországról szól. Igen, az a címe, hogy olvasd a játékot, biztos vagyok benne, hogy majd fogunk tudni erről hosszabban is beszélgetni. Mindenesetre nem csak fociról szól, hanem inkább úgy mondanám, hogy fókusz az a modern labdarúgás és a taktika, de mindezt úgy írtuk meg Sós Márkkal, illetve Szabó Pittel közösen, hogy amikor azt olvassa a kedves érdeklődő, az ne aludjon bele lehetőség szerint. Ez így van, én olvasom, mert ugye kötelessége, hát nem csalás, hanem miután megkértek, hogy a könyvbemutatón működjek közre, ezért azt nyilván csak úgy tudom megcsinálni, hogyha ismerem a tartalmát a könyvnek, és hát már... Lesz könyvbemutató? Igen, már az na. Ugye 18-án 18 órakor. Az egyszerűség kedvéért. Tibi ott lesz. Igen. Kevileg én is, de a többiek is. De igen, a tervezett könyvbemutató az november 18. Szerettünk volna a VB előtt. Sikerült. És hogy így egyáltalán így ráhangolódásképp, meg hogy ha már ezzel egy kicsit ilyen mankót tudunk adni annak, aki tényleg azt mondja ezt a VB-t, akkor most egy kicsit ilyen szemmel lehetne nézni, akkor ez egy ideális megjelenés. Hát sok munka volt benne. Ez egy, az elmúlt 8 hónapom, 9 hónapom, 10 hónapom az azért elég intenzív volt. Azt nem azt, hogy ráment. Hát rá is ment, mert azért nagyon sok mindenre kellett nemet mondanom. És többek között teljes terjedelem meghívásokra. Igen. És ez olykor tényleg azzal járt, hogy akkor udvariasan vissza kellett mondani, meg nemet kellett mondani, de ezzel együtt tudtunk élni szerintem, de mindesetre majd látni fogjátok az irodalom jegyzékben, hogy mikor készültek interjúk, mert ugye dolgoztunk külső szereplőkkel, például Lőv Zsolttal, Thomas Gronemarkkal, Stancsik Toma, tehát hogy olyan szereplők, akik hitelesek, akik a focinak különböző aspektusait tudják behozni. Gronemark ugye a Liverpool bedobás specialistája, Stancsik Tamás ugye producer és a futball közvetítésekről beszélt nekünk, Lőv Zsolt nyilván a tapasztalata miatt azért elég jó kulisszatiktokokra tudott rámutatni. De még egy csocsóbajnokkal is beszéltünk, Sárkány Dominikkel, akivel igazából azt néztük meg, hogy oké, a taktika az egy ilyen merev dolog, az egy rugalmas dolog, ugye nem mindig 4-4-2 van a pályára rajzolva, viszont egy csocsón meg... Ott a hadrend adott. Ott a hadrend adott, igen, az nem változik. És hogy akkor ehhez képest hogy lehet azt a sportot mondjuk taktikusan játszani? És akkor a könyvben lesznek ilyen keretes részek is, Lőv Zsolt részei azok már kicsit jobban beépültek a szövetbe. Mindenesetre látni fogjátok, hogy az első interjút azt tavaly novemberben csináltuk. Mert hogy akkor úgy mérlegeltünk, hogy Lőv Zsoltot akkor tudtuk igazán elérni. Még az persze. Akkor volt egy válogatott összetartás, és utána tudtuk azt, hogy ha minden marad, ami ugye egyébként nem maradt, de mert ugye a Cserezinél változtak a szelek, de tudtuk azt, hogy utána büdös érdemben fogjuk tudni elérni. És hogy emiatt aztán így futottunk ennek neki. Igen, ezt egyébként ha már itt, igen, azt akartam mondani, hogy ha már itt a bejelentéseknél tartunk, akkor ezt is el kell mondani, hogy mind a három szerzővel egyeztetve erről csinálunk egy teljes terjedelem extrát is, úgyhogy ott az majd még bővebben. 18 órakor hol? 18. kerületben? A Verespáni, lehet, hogy 18? A Scruton nevű helyen. Az nem 18. Az inkább 5. Vagy. Igen, valóban az elején egyébként. Jó van, akkor lesz még szó a teljes terjedelemben erről a könyvről. Ez csak a teasing volt.
Igen, most a taktikából kiugorhatunk egyébként a kommentátor állásba, mert volt a Guardian-en egy jó kis cikk, és mondtad, hogy beszéljünk róla, mert érdemes beszélni a megváltozott szerepéről a kommentátornak, a kommentátoroknak. Ugye Magyarországon pont a Spieleren volt egy rövid időszakban divat, hogyha szabad ezt mondani, az, hogy szakkommentátorral csináljátok a közvetítést. Én sose csináltam. Akkor csinálják a kollégák a közvetítéseket. De hogy valami olyasmit írt Jonathan Liu ebben a cikkben, hogy igazából a rádióhoz képest a tévé elvett a kommentátor szerepéből, és azzal, hogy egyre több információ zajlik, jön, omlik, zúdul ránk a háttérből, akár a közösségi médiában, akár a tévén keresztül, azzal még inkább háttérbe kell vonulnia a kommentátornak, és gyakorlatilag a szakkommentátornak el is veszett a szerepe. Igen, valami ilyesmi volt a premissza. Ugye, hogy miért beszélünk erről a témáról, mert amikor így mérlegeltük azt, hogy egyáltalán miről legyen szó, akkor mondtam azt, hogy oké, beszéltünk fociról, de hogy valami másról is azon túlmutatóval, mert hogy nem szeretjük mi sem azt, hogy esetleg túlzottan az önismétlésekbe bonyolódunk, és közben meg olyan jó témák jönnek szembe a neten, mint például ez a Jonathan Liu interjú, ahol igen, neki az volt a felvetése, hogy tulajdonképpen a kommentátorok átvették a hatalmat, és hogy túl sok a kommentátor, nem csak létszámban, hanem mint meccsben a kommentátor szerepe, és hogy azt mondja, hogy felteszi ezt a kicsit ilyen régi módi kérdést, hogy hát hol vannak a John Motsonok, a régi Knézi Jenők meg Vitrai Tamások, akik igazából egy ilyen hangulatot tudtak árasztani, mert hogy a mostani, és nyilván most ezt az angol száz példát látja, ott gyakorlatilag a kommentátorok ilyen konfekciók lettek. Mindenki egyenszabvány, mindenki kicsit ilyen élő Wikipédiaként használja egy a futball közvetítéseket, és hogy ő ezt veti fel, hogy ebből kellene kevesebb. És egyébként levezeti azt, hogy milyen erőhatások érték a kommentátori szakmát emiatt, hogy egyrészt, hogy megszaporodtak a meccsek, és most már futószalagon jönnek, ugye most már a BT8 csatornán is közvetítened kell. Ez régen nem volt. Ugye az, hogy jobb volt a technológia is, hogy régen egy John Motson Mexikóvárosban azt mondta, hogy igazából ő segített neked megérteni, hogy éppen kiné van a labda. De most már így a 4K dimenziónál azt mondod, hogy oké, már úgy is látod. Az, hogy a közvetítéseknek a képi világa is, amiről már sokat beszélgettünk itt-ottamat, az is ugye megváltozott, mert most már egyre több ilyen videójáték elem jön be, tehát hogy már vizuálisan is jobban szabdalják a meccset, amivel már ezzel is jobban tudnak történeteket valaki mesélni. Valaki írt erről egy jó cikket a 24-en. És valakivel kollaboráltam ebben a témában. Igen, és hogy tulajdonképpen ezt a kérdést dobja fel, hogy mire való egy kommentátor, és hogy tulajdonképpen ilyen kommentátor stílus iskolákat vonultad fel, hogy van, aki a barátod, aki igazából csak egy ilyen a magányodat csillapítja, van a kocsmapultos, aki igazából ezt a gyors, vagy ezt ilyen talponálói hangulatot adja vissza, ahol lehet hőbörögni, ahol lehet ilyen nagyon egyszerűen megfogni a dolgokat. Meg van ez, aki azt mondja, hogy oké, ez információ átadásra is szól, és akkor ezt így átadni. És hogy itt az a kérdés, hogy hol van a mérték ebben az egészben. Dománnak én ezt annak idején tanítottam, ha jól emlékszem, úgyhogy neki sok újdonság nem lesz abban, amit mondok. Nekem ezzel kapcsolatban viszonylag... Szerintem, hogy felelés követ. Nem. Mit mondtam? Ezzel kapcsolatban nekem viszonylag egy kiforrott és állandó véleményem van, ami nem biztos, hogy jó, mert azt gondolom egyébként, hogy az az alapvetés, hogy kommentátorként vállalni kell a véleményedet, és ebben is vállalom. Persze annak a kockázatával, hogy ez nem mindenkinek tetszik, meg nem mindenkinek az igényeire szabott dolog. Én mindig azt tartottam, hogy az jó kommentátor az úgy működik, mint egy jó tárlatvezető. Tehát, hogyha most itt, ha már te vagy itt, akkor a Louvre-ban sétálva az ember, a Mona Lisát megnézve levegy olyan élményt kap, ami valószínűleg életre szóló, hogyha ahhoz még valaki hozzá tud tenni olyan információt, amitől te jobban megérted azt a képet, és amitől te a szebbnek vagy érdekesebbnek látod, az nagyon jó. Viszont, hogyha valaki folyamatosan duruzsol a füledben, miközben te meg akarod élni az élményt, akkor elvesz abból, amit te egyébként már csak a vizuális élménnyel és tapasztalattal nyerni tudsz, és szerintem leegyszerűsítve ugyanez a kommentátor szerepe is, én mindig törekedtem például a saját pályámban arra, hogy próbáljam ne zavarni a nézőt, nem mindig sikerül, tehát hogy ez az önmérséklet hiánya néha ebbe beleszól, de ez ugye nagyon, nagyon egyszerű dolog egyébként, ezt is, hogy az ember rengeteget készül ezekre a szituációkra, és van benne egy közlési vágy, hogy de jó lenne ezt most elmondani,
Amit én például a pályám kezdete óta, ami most már hát több mint 20 éve volt, folyamatosan próbálok kiirtani a közvetítéseimből, és itt ugye az evolúciós folyamatra visszacsatlakozva, az a történetmesélés. Mert egész egyszerűen annak én szerintem nincsen helye a kommentálásban. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik, meg nagyon sokan élvezik azt, hogyha egy jó, frappánsan elmondott sztori van a közvetítésben, de maga a mérkőzés a történet, és ott mesélnek neked pont ezekkel a vizuális technikákkal egy csomó olyan történetet, amibe, hogyha belepasszol, tehát hogyha ez meg van támogatva azzal, hogy mutatják a tulajdonost, az edzőt, a játékost, és hogyha ezt a relációt te ott föl tudod ismerni kommentátorként, és ehhez fűzöd hozzá a történetet, az jó. De az, hogy egy totálra elmondjuk azt, hogy éppen nem tudom, hova teregette ki a mezét a valamelyik játékos, és ahogy meccs, hogy ez elfér. Ahogy Jonathan Liu mondja, hogy ilyen lekvárt még nem kóstolt a 18-as számú játékos. Igen, tehát hogy ezeknek az információknak lehet, hogy viccesek, meg lehet, hogy valaki ezeket nagyon kedveli. Ezeknek pont, és ez az, ami nálam például megváltozott, a stúdióban a helye, ahol vizuálisan ezt meg tudod jeleníteni, ahol meg tudod támogatni azzal a képpel, ahogy a másik fajta lekvárt teszi a játékos, és akkor már is adtál a nézőnek egy olyan plusz impulzust, amit egyébként maga a mérkőzés nem tud adni. Ott legyen a mérkőzésről impulzusod, és ismert föl azokat a fontos dolgokat, azokat a fontos képi elemeket, amikkel történetet mesél neked a rendező meccs közben. Ez, amikor most írtam ezt a cikket, és ugye segítettél ebben, az nagyon megfogott, amit mondtál akkor, hogy tulajdonképpen a képi világ annyira elmeséli nélküled is a sztorit, hogy ilyenkor, ilyen szempontból én nagyon megértem Liu-nak az ötletét arra, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen legyen egy olyan opció, hogy csak letekered a kommentárt. És csak a foci képi világa, meg az a duruzslók tömeghang. Ez a kettő bőven elég. És hogy nem akarok a kommentátorok ellen beszélni, csak azt mondom, hogy képileg ezt már annyira megtámogatták. És ugye itt jön be az a probléma, amit itt felvetettél, hogy annyira el van mondva már így is, hogy tulajdonképpen kommentátorként neked már az a feladatod, nem csak hogy elmond, hanem hogy jókor találd meg. Meg ráerősíts meg, hogy jókor találd meg, mert különben ha Michael Edwardsot mutatják a United VIP-ében, és utána már kapcsolnak vissza, és már totát látod, és te akkor kezded el Edwardsnak a dolgait mondani, akkor már késő, akkor már lemaradt. Így van. És így van, tehát hogyha ezek nincsenek a fejedben, hanem a jegyzeteidből kell kikeresned, akkor ez már semmit nem ér. Meg még egyetlen egy dolog csak, hogy a nagyon fontos, amit az előbb említettél, hogy a vizualitás mellett a hanghatások. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy ha a kommentátor elhallgat, akkor engedi be a nézőnek a nappaliába a stadionnak a hangulatát. Tehát akkor miért ne engedje be mindig? Hát azokban a pillanatokban, azokban a kulcspillanatokban, amit egyébként ugye tanítanak is különböző helyeken, azokban kötelessége elhallgatni. Ugye tanítják ezt az iskolában, hogy amikor az olimpián bejelentik az aranyérmest, azt a helyi műsorközlő mondja be, és ne te beszélj rá, hogy ez így van, mert azt át kell élned, hogy mintha ott lennél. Ugyanez, amikor gól van, és hogyha ott egyébként van annyi önuralma a kommentátornak, hogy közvetlenül a gól után el tud hallgatni, akkor engedd be a stadionnak az örömét. Tehát, hogy ezek a nagyon lényeges dolgok, mert ott persze ott ordítan az ember legszívesebben, hogy micsoda, igen. Lehet, de akkor is tartsd meg azt a szünetet, amivel ezt a hangulati elemet ezt megadod. Egyet mondj meg, a Liverpool meccseknél, a You Will Never Walk Alone-nál mi a protokoll? Hát ott az a protokoll... Van egyáltalán? Hát szerintem ott az angolok kitaláltak egy nagyon jó protokollt, egész egyszerűen azzal irányítva, hogy hogyan teszik fel az összeállítási inzerteket. Aha. Addig, ameddig a verze része megy a You'll Never Walk Alone-nak, addig gyorsan lepörgetik egyébként az összeállításokat, amikre szerintem megint csak azt mondom, hogy kötelessége, mint ugye képi elemet megtámogatva beszélni a kommentátornak, viszont amikor már a közönség énekli gyakorlatilag zenei aláfestés nélkül, azt igenis elhallgatva enged be az embereknek a napját. Azon, hogyha belefektetünk ilyen alapvetéseket, akkor nem vesszük azt figyelembe, ha már a Monalizát mondtad, hogy a Monalizát azt éppen egy amúgy hobbi festő, műkedvelő nézi-e meg, és egyből látja-e azt, amit látni kell, vagy pedig egy olyan ember megy be, mint mondjuk én, akinek fogalma nincs az egészről, és én, hogyha ránéznék a Monalizára, akkor valószínűleg nem tudnám, hogy ezen most mi az izgalmas. Ez teljesen jogos. Tehát, hogy itt nagyon nehéz belőni a szinteket. Hogy... A focinál is, hogy lehet, hogyha kommentátor nélkül nézné valaki a United meccset, és meglátná a, nem tudom, a Glazer családot
a lelátón, és mutatnák őket, akkor egyértelmű lenne, hogy ja, itt vannak ezek a trógerek, de hogyha valaki mindenféle háttértudás nélkül azt mondja, hogy én most leülök megnézni egy United Liverpoolt, mert azt mondták a haverok, hogy ez jó móka lesz, és egymás után adogatják a játékosok egymásnak a labdát, semmi kommentár nincsen, nem tudod, hogy kinél van a labda, nem tudod, hogy mit kéne itt tudni erről, mert nem nézted a stúdiós felvezetés sem, akkor szerintem az zavaró, hogyha nincsen kommentátor. Tehát én kommentátor nélkül nem tudnék foci meccset nézni. Erre az utóbbi jelenségre, amit mondtam, hogy amikor egy szurkoló nézi meg, erre találták ki szerintem ezeket a watch along típusú videókat, ahol oké, nyilván az online-ra is elképesztően elkezdett terjeszkedni a foci, és akkor azt mondja, hogy egy csávó meg felveszi magát, ahogyan megnéz egy meccset, és közben kiabál a tévéhez, trágárkodik minden, és tulajdonképpen a szurkoló az tudja, hogy te igazából miért vagy ennyire bevonódva, pont azért szurkoló. De az, amikor már van egy nulladik lépés, amit Doma is mond, hogy nem tudod igazából, hogy mit nézel, akkor még viszont jó az, hogyha tényleg a kommentátor behoz egy ilyen informatív elemet. Persze, de hát ez egyébként szerintem ugyanúgy, mint ahogy majdnem minden, ami a televízióban történik, annak a filmművészetben meg lehet találni a gyökereit. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik alapvetések, tehát, hogy elképzelhető, hogy te már azon a szinten vagy, hogy te audio kommentárral szeret csak egy filmet megnézni. Engem borzasztóan zavar az audio kommentár. Vagy lehet, hogy nem fektetek annyi energiát egy filmbe, hogy még az audio kommentáros változatot is megnézzem. Aha, nekem az audio kommentár az a vocsolongja. Tehát amikor már tényleg azt mondod, hogy háromszor megnézted a filmet, annyira szereted, annyira szeretnéd ismerni a kulisszatitkokat, akkor megnézed, hogy a rendező hogy gondolkodik az adott jelenetről. Uh-huh. De hogy persze, előtte meg azért annyi minden más van. Azt tudnám elképzelni még, bocs, egy meccsnél, hogy nem csak a sima mikrofonokat hallhatod otthon, hanem a kommentátor nélküli verzióban belekerülnek olyanok, hogy a stadionnak 10-15 pontján elhelyeznek egy-egy mikrofont. És akkor beülhetsz a lelátóra. És hogyha mögötted valaki, vagy melletted valaki olyan ül, akit te nem akarsz hallgatni, akkor másik csatornára átkapcsolod. Hogyha ott olyanok vannak, hogy jó, ez kevésbé zavaró, de olyan, mintha ott lennék, mert ez az emberke itt mellettem folyamatosan a gyerekét szidja, hogy a meccset nézed már, vagy ne telefonozzál, vagy ne önsz ki a sört, vagy hasonló. Azt lehet, hogy... lenne. De még az lenne, hogyha még a cigifüst is, meg nem tudom, mi minden jönne, ami a lelátó. 5D mozi élmény, igen. De ezek a mikrofonok itt-ott azért már itt-ott vannak. Csak persze. Ezek szerintem nem tudatosak. Vagy vannak olyanok, amikor mondjuk egy ilyen oldalvonalnál felrúgnak valakit, és a játékos gyakorlatilag meghal. De ez olyan hangot ad ki, hogy azt nézed, hogy itt az utolsó nyögi. Sikít, nyög, utolsó kenetet már rá kell adni, mert már tényleg annyira vége van. És hirtelen annyira, azt ki tud zökkenteni. Mert azt nézed, a kommentált, hogy mondja, hallod azt a duruzsló tömegzajt innen a háttérből, és ezt csak azt mondja, hogy de rossz nekem. És ezek szerintem inkább ilyen szerencsétlenségek, vagy nem tudom, azt nézem, kicsit ilyen nem, azért szerencsém volt dolgozni olyan hangmérnökökkel, akik iszonyatosan értik a dolgokat ilyen szempontból, tehát hogy ezek az egyébként jelvevő egységek, meg ezek a mikrofonok, ezek olyan hihetetlen érzékenyek, hogy tényleg beállítás kérdése az, hogy hogyan meg merre fordítod. És a pályáról jövő zajoknak, meg a mondjuk a kispadról jövő zajoknak, hogy erre most már nagyon-nagyon ügyelnek, azoknak a bekeverés az nagyon tudatos szerintem. Nekem ezért tetszik ebben az egész felállásban, a közvetítési felállásban az, amikor van egy kommentátor, meg van egy szakkommentátor. És hogyha a szakkommentátor olyan, akinek tényleg vannak olyan benfentes infói, és lehet, hogy esetleg már csak pusztán azért, mert úgy hívják, hogy Bicente Dizarazu, mondjuk, akkor nyilván van egy helyzeti előnye. De akkor érzem azt, hogy pariba tudod állítani azt, hogy oké, legyen egy házigazdád, aki tényleg narrál, aki igazából ilyen ceremóniamesterkedik, és akár ha kell, akkor érzelmileg is bevon, meg van mellette egy ember, aki azokat a plusz információkat hozzá tudja tenni, hogy te mire figyelj, hogy mi az, amivel tényleg érdemes vezetni a szemet, és nem csak a nyilvánvalót mond, és nem csak a hangulatot teremtsd, és hogy ennek a kettőnek a pariba állítása szerintem egyébként egy hatalmas kihívás. És tud is hozzá... Minden héten ez van, most már elmegy a hangom. Tud is hozzáadni a közvetítéshez, a kommentáláshoz szerintem. A legújabb újítás egyébként, az megfigyeltem, nyilván ez a hangmérnököknek köszönhető, ilyen káromkodás szűrő. Tehát amikor Angliában elkezdődik, azért az hirtelen tud nagyon nagy hangzavart okozni, hogyha elkezdenek vánkörözni, és akkor hirtelen így lehúzzák. Angliában erre borzasztóan figyelnek, ugye ott az, amit beszéltünk a cikk kapcsán is, hogy
nem csak a káromkodás egyébként az egyik leginkább vörös posztó a Premier League irányítói és gyártói szemében, tehát az tényleg, amennyire lehet, szájat sem mutatnak, hogy leolvasható se legyen, és azonnal, hát, de nem az, de tényleg, hogy eleve, amikor olyan szitu van, akkor nagyon ritkán kapsz úgy arcközelít például játékosról, miközben mondjuk Olaszországban azért le lehet olvasni szépen a váffánkulókat. Utána magyar meccsig is el lehet menni egyébként. Igen. De nincs annyi köpés, nincs annyi orfújás, mint más stadionokban. Tehát, hogy ezek azért szerintem odafigyeléssel abszolút megoldhatóak. Igen, azt szeretem, mikor pánikol a rendező, és ő is látja, hogy valami olyat kap el éppen, amit nem kellett volna, és így rácsapa egy olyan operatőrhöz, aki nincsen felkészülve arra, hogy van adásban. És megnyomja azt, hogy ilyen műanyag fedővel ellátott piros gombot, amit akkor nyomnak meg, amikor valaki berohan a pályára, tudod, és akkor így elfordul a kamera, és csak a kaput mutatja, hogy ne lásd a többi részét a pályára. Hát meg ugye például a Premier League volt az első, és szerintem máig az egyetlen, ahol tudatosan egyetlen egy olyan sérülés sem mutatnak, ami nagyon súlyosnak tűnik. Aha. És ez ugye előfordul, hogy maga a mozdulat, vagy maga az egész szituáció az nem volt olyan csúnya, de hogyha egy kifordult boka, vagy térd, vagy bármi van, akkor azt nem kell megnézni ott a nézők millióinak. Ott a horror abban van, ahogy a csapattársak kezelik. Igen, az ő arcuk, igen, ahogy elfehéredik mindenki, ahogy meglátja meg, ahogy egyből integetnek az orvosnak. Sorry, elhúztuk ezzel az időt. Chelsea Arsenal. Egy kedves téma. Top 4 esélyes, ja nem, bocs, bajnok esélyes, szeptember van? Augusztus van? Most már gyakorlatilag egy mérkőzés leszámítva, a rangadókat sorra megnyeri az Arsenal. És úgy, ahogy egy nagy csapat nyeri meg, nem? Ez a Chelsea elleni is olyan volt, ahogy egy nagy csapat nyer meg egy rangadót. A Chelsea úgy játszott, mint egy nagy csapat? Ki játszik úgy, mint egy nagy csapat a Manchester City-n kívül? Na ez az. Tehát hogy azt éreztem, hogy a Chelsea is még azért kereste magát. Nagyon jól látni ezt az Arsenalt, és nagyon jó energiák veszik körül ezt az egészet, ha csak tényleg a siker utáni ilyen közös ünnepléseket, Csakának a közönséggel való kibékülését látod, a kis tequila indulókat a Sarriba meccsek után. Tehát, hogy ez olyan, amit arzenálosként nagyon régóta láttál és éreztél. És közben meg játékban azt érzed, hogy most a tegnapi meccsen ugye remekül működött az, ahogyan Zinchenko ugye visszatért. És ugye az ő hiányát még viszonylag helyek közben szerintem tök jól meg tudták oldani Tomiyasuval. De azért Zinchenkónak a ballába, meg az az érzéke, ahogyan behúzódik a középpályára, szerintem sokkal folyékonyabbá tette azokat az oldalváltásokat, amiket az Arsenal ugye a bal oldalon játszik meg. És akkor Csaká miatt feljebb tud lépni, Martinelli szélről be tud jönni. Szerintem mindenki, már gyakorlatilag mindenki felismeri szerintem ezeket a mozgásformákat, amiket mondjuk egy Liverpool a jobb oldalon játszik meg, amikor Henderson meg Salah meg Alexander Arnoldon. Én azon mosolygok mindig, amikor azt mondják, hogy most az Arsenalt ilyen nagyon pozitív példaként állítják be, hogy hú, a tudatos építkezés, meg hogy hagyni kell dolgozni az embert, és hogy azért ez két éve nem így nézett ki. Mármint, hogy két éve sem az volt előadva, hogy itt most tudatos építkezés megy, hanem itt az volt, hogy elemek a helyükre kerülnek. És hogy azért ez a klub egyáltalán nem építette fel azt, hogy hogyan fognak a Arsène Wenger után bármit is csinálni. Unai Emery nyilván ez egy melléfogás volt, vagy legalábbis akkor, amikor egyértelmű lett, hogy Emeryvel nincs jövő, akkor érted, az elnököt úgy hívták, hogy Raúl Sanléhi, azóta nincs. Ott volt Sven Mislint, tehát ő lett volna az aranyember, az aranyműves, a helyi Luis Campos, ő is elment. És amikor Arteta megérkezett, akkor olyan védői voltak, mint Sokratis, meg Mustafi, meg Kolasinac, és akkor ott voltál, hogy tulajdonképpen még Willian, és megérkezett Edu, akit most meg tényleg ilyen abszolút pozitív példaként mutatnak, hogy mekkora egy szakmai igazgató, és hogy belenyúlt, és hogy egyébként... Nem volt ekkora a béke, és nem is volt ez ennyire kommunikálva. És azt érzed, hogy kellett az, hogy a helyükre kerüljenek az elemek, mert Edunál az elejétől fogva azt érzed, hogy nagyon jól beszél, tök jókat mond, de hogy azért még Willian ott van, meg a többi játékostól még nem szabadult meg. És az Arsenalnál szerintem azóta érzed ezt, hogy a vektorok egy irányba mutatnak, ez az elmúlt 2-3 ablak óta. Amikor hoztak egy Ramsdale-t, mert kell egy olyan kapus, aki jó lábbal. Party. Ben White-nál is azt érezte, tavaly arról beszélgetett mindenki, hogy Ben White minek? Mert hogy ott van Saliba. Ben White akkor most mit fog csinálni ezután, miközben elég sok pénzt kiadtak érte. Az angol válogatott leendő jobb hátvédjéről beszélünk. Hát ez az, és akkor, de hogy tavaly az életben nem mondtad volna, hogy neki a jobb hátvéd pozícióban lesz a jövője.
És hogy jó látni azt, hogy most meg olyan profilokba nyúltak bele, mint Zinchenko, mint Gabriel Jesus, mint... Bocsánat, még csak mielőtt tovább mondanád, itt Zinchenko és Gabriel Jesus kapcsán nekem mindig az jut eszembe, hogy minden héten, amikor látom őket, hogy milyen brutális a jó játékosok vannak ebben a Cityben. Tehát, hogy ott ez a két srác, azért nem mondom, hogy tehát ez nagyon erős tudás, hogy azt mondom, hogy perem emberek voltak, de mondjuk a 12.-13. tagjai voltak a mezőnyjátékosok keretének. És erre nagyon jól ráment az Arsenal. És abszolút, és nézve Gabriel Jesus mozgását, most oké, hogy 9. meccs gól nélkül, de amilyen jóvá teszi a társakat maga mellett, és Zinchenkoval is ugyanez elmondható, hogy egyszerűen jobban néz ki a középpálya, jobban néz ki a védelem, hogyha ő ott van. Minden relatív, ezt már tudjuk elég régóta. Fekir vajon hogy néz neki a Manchester Cityben, és hogy néz ki a Betisben? Nem kell City, Liverpool. Ha már ott volt, majdnem. Ha már csak a Doki küldt el. Igen, szóval Artetában azt nagyon értékeltem, hogy ő bekerült oda, és azt várta mindenki, hogy akkor ő lesz a helyi Guardiola, mert mindenki kereste a saját Pepét. És megérkezett, és azt láttad, hogy itt 60. perctől semmi nincs, mert hogy csak a védekezés, meg akkor próbáljuk meg lezárni a területeket. És minden inkább megkapta azokat a játékosokat, amik kellettek az ő fociához, annál szebben összeért most ez a csapat, és most ezt látjuk. Én továbbra is azt mondom, hogy szerintem hosszú távon azért ez nem biztos, hogy el tud menni az Arsenalra. De hol bukhat meg ez egyébként most jelen pillanatban szerintem? Hol bukhat meg? Hát mondjuk, hogyha ilyen szűk keresztmetszetek kiesnek, mint Thomas Partey mondjuk. Tehát, hogy most nézd meg a Liverpoolnál is, hogy kiesnek fontos... Kiesett Thomas Partey most már ebben a szezonban úgy, hogy Elneny is kiesett ott akkor egy időben vele, és túlélte, átvészelte azt az időszakot. Oké, Martinelli, Saka, tehát hogy akár egy Saliba, nézzük meg, hogy mondjuk Saliba nélkül ez hogyan működik. Azért vagyok kíváncsi erre, hogy kik azok az emberek, akik... De szerintem Zinchenko nélkül se volt annyira magabiztos az Arsenal, mint vele. Tehát, hogy látszódott a különbség. Ott is egyébként nagyon jó döntéseket hozott Arteta. Szerintem egyébként, hogyha itt kulcsfigurákról beszélünk, akkor őt nevezném annak, aki el tudta azt dönteni abban a pillanatban, amikor Zinchenkóra nem számíthatott, hogy egy Liverpool elleni mérkőzésen nem Tierneyt állítom oda, aki egyébként egészséges és simán játszaná a bal hátvéd szerepkörét, ahogyan tette azt az elmúlt szezonokban, hanem Tomiyasut. Igen. És itt most nem arról beszélünk, tehát azért mondom, hogy ennek jelentősége van, mert nem arról beszélünk szerintem, hogy a top 4-ből kicsúszik-e az Arsenal, mert azt nagyon nehéz most már elképzelni. Kizárhatjuk. Hanem én azért mondom ezt, mert ezért állítom, hogy nem bajnok esélyes még mindig az Arsenal. Jó, esélyesnek most már nyilván lehet nevezni, de hogy itt azért a City más szintet képvisel a mélységben, a keret mélységében. Ha egy hagyományos évben lennénk, azt mondanám, hogy november az általában mindig a Cityről szól. Mert akkor szedik össze magukat. Az elejé ilyen tapogatózás, Guardiola... Van két meccsük. Csak hogy, igen, csak hogy most itt jön a VB, és ezt az egészet keresztül húzhatja, és annyira nehéz megmondani, hogy nem tudjuk igazából, hogy fognak kinézni a csapatok januárban. Akkor fizikailag hol lesznek ezek? Ne is erről beszéljünk Aubameyangról. Tehát azon túl, hogy igazolt játékosokat az Arsenal, azon túl takarított is Arteta. Azokat a játékosokat, akiket említettél, hogy a védekezésben például nem elegek, azok a játékosok, akik miatt az előző szezon legelején X meccs után utolsó helyen állt az Arsenal, tudom, 3 meccs után volt, vagy lehet, hogy még később is. Szóval azokat a játékosokat sikerült kitakarítani. Az egyik ékes példa Aubameyang, aki most már a Chelsea-t erősíti, gyengíti, az már... Jó, de nem gondoljátok egyébként, hogy ez az Aubameyang eltakarítás, és azért nem ő volt az egyetlen, ez nyilván egy kicsit talán más szinten, de hajaz arra, amit Guardiola tett annak idején a Barcelonánál, akár Ronaldinhoval. Samuel Eto'val. Vagy Eto'val. Tehát, hogy ez... És egyébként itt most, bocsánat, lehet, hogy ez nagyon messzire vezet, amit mondani akarok, de például a most közelgő világbajnokságra is mekkora szerepe van ennek, hogy milyen típusú és karakterű játékosokkal akarsz dolgozni, azzal szemben, hogy mondjuk mit diktál a szakma. Ugye James Madisonnal kapcsolatban mondják azt, hogy hiába a jelen pillanatban ő a legjobb formában játszó angol játékos, ő nem a sportszakmai elképzeléseiben nem illik bele Gareth Southgate-nek, hanem egyszerűen nem szeretne vele együtt dolgozni 6 héten keresztül összezárva egy szállodában, mert úgy gondolja, hogy nincs annyira jó hatással a társakra, és ezt nem tudjuk. Mesélj most... arról, Krisz, hogy ez a francia válogatottban. Egyébként... Kiknél fordulhat elé? Egyébként, ha már csak ebből indulunk ki, amit most Tibi mondott, hogy José Mourinho nyilatkozta egyszer azt, hogy Paul Pogba miért nem annyira jó klubban, vagy miért nem olyan jó klub játékosként, mint a válogatottban. És pont ezt hozta fel, hogy
amikor te 6 hétig össze vagy zárva egy edzőtáborban, és közben van egy nagy torna, akkor tulajdonképpen egy ilyen légmentesen le tudod zárni a játékos körüli világot. És hogy nem jönnek be külső impulzusok, nem jön be a család, nem jön be a szórakozás, nem jön be a mindenféle ilyen holdudvari ilyen szereplők, akik beviszik őt, hogy beránthatják esetleg a rosszba. És hogy ez javítja a koncentrációját. És Mourinho is azt mondja, hogy Pogbánál, ha ezt így tudod csatornázni nála, a világ egyik legjobbja tud lenni. És ez ki is jött egyébként 18-ban, ahol abszolút az öltöző vezérévén nőtte ki magát. És látod is rajta, hogy hosszú távon azért ő küzd ezekkel. Szóval ez is egy ilyen szempont lehet. Hát meg kijött. Egyébként tök jó ez, amit mondasz, mert gyakorlatilag Pogba addig volt világklasszis szerintem, ameddig nem érezte magát annak. Hát a Juventusos évek alatt játszotta szerintem a legjobb focit klub szinten, amikor még azért ott volt egy Pirlo, meg ott volt egy Tevez, meg ott voltak azok a játékosok, akikre talán akkor még nagyobb reflektorfény vetült. Igazából a keretekről szól ez az egész, hogy akkor most tulajdonképpen kik a hangadói ennek az egész öltözőnek, annak a klubnak, ahol te neked most mi a státuszod? És vannak játékosok, akik nem tudják meglépni ezt a státuszváltást, hogy mondjuk az elején beérkeznek ilyen rookie-ként, és aztán utána felnőnek a feladathoz, és onnantól kezdve így nem tudnak ezzel az egész hatalommal, meg a tisztelettel így bánni. Szerintem Aubameyangnak is volt egy ilyen típusú, ilyen, hívjuk ezt jótékony hatásnak, hogy kitetted őt az öltözőből, lehet, hogy addig már voltak fegyelmi problémák, de hogy azért, na, mégiscsak Arteta, mégiscsak nyert egy FA kupát, úgyhogy Aubameyang volt az egyik húzó embere. Tehát, hogy tudta őt kezelni, de hosszú távon nem. És akkor ott volt, hogy oké, elmegy abból az öltözőből, valaki másnak át kell venni a szerepet. És akkor egy kicsit ilyen természetesen jöttek be azok az emberek, mint aki Csaká, aki egyébként szerintem eddig is ott volt, most mindenféle ilyen pályán való viselkedését tegyük félre. De ott bejött aztán Ødegaard, és ők azért másfajta ilyen leadership-et képviseltek. Egy olyat, ami profib, egy olyat, ami egy kicsit, hogy mondjam, jobban a pályára koncentrál. És hogy szerintem ezt tudta egy átfordítani. És nyilván, amikor kirúgsz valakit, annak van egy üzenete befelé is, hogy akkor na, akkor most már rólad szól a dolog. Vajon ebből kiindulva Potternél lesz tisztogatás? Ő előégedett most a keretével, vagy? Hát szerintem biztos, hogy fog. Biztos, hogy fog változtatni. Itt az a kérdés, hogy mennyire fog tudni együttműködni akár a leendő szakmai igazgatójával, az elnökével, most mindenki arról beszél, hogy Nkunkunak kell érkeznie. Szerintem nem feltétlenül kell egy 90 milliós Nkunku ebbe a Chelsea-be, hanem... Szerintem az eldöntött tény. Oké, csak hogy most itt arról van szó, hogy Bőli a Chelsea elnökeként, akkor most megint a nagyságok viharát fogja megélni, és akkor most mindenhova leteszi a zsetont, vagy azt mondod, hogy oké, felépíted azt, amire Potternek van szüksége. Ez nagyon érdekes dolog, most sajnos nem fog eszembe jutni a neve, de hogyha valaki egy esetleg közületek, vagy a hallgatók közül tudja, írja meg, ugye már megegyezett gyakorlatilag a Chelsea a következő sportigazgatóval. Ki lesz végül a Lipcsének a volt? Nem, a... Nem, hanem ugye az a fickó, aki most a Southamptonnál volt, és hogy előtte a Manchester City-nél dolgozott, hogy ő vitte a City-s fiatalokat a Sotonhoz ezen a nyáron, és vele sikerült már megegyezni, ugye ő scout vezető lesz, hogyha jól értettem. Csak az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy az, amit meg lehetett csinálni egy Southamptonnál, hogy oda viszel City rookie-kat, hogy akkor milyen jók lesznek, mert Lavia szenzációs, Bazunu is nagyon jól néz ki a kapuban, azt mondjuk egy Chelsea-vel meg tudod csinálni. Tehát, hogy biztos ennél többet tud ez az ember, csak érdekes, hogy mondjuk ráesett a választás, meg mondjuk sok mindent elárul a Southamptonnál jelenleg fennálló viszonyokról is, hogy kevesebb, mint fél év után dobbant onnan. Én szerintem jót húzott a Chelsea azzal, hogy Pottert leigazolta. Szerintem egy olyan ember, akire nem csak edzőként támaszkodhatsz, hanem egy kicsit annál több. Tehát, hogy olyan ember, aki így a hátán tudja vinni a Chelsea ügyeit. Csak ahhoz az kell, hogy az elnökével is meglegyen a kapcsolat, a szakmai igazgatójával is meglegyen a kapcsolat, meg, és hogy valami közös víziót tudjanak magukének. És onnantól kezdve ezek helyükre kerülhetnek, de ugyanaz, mint az, amit az Artetánál is mondtam, hogy jött egy ember, tudtad azt, hogy milyen értékeket képvisel, tudtad azt, hogy nagyjából milyen döntéseket hoz, de ahhoz kellett az is, hogy köré épüljön ez az egész, és aztán egy irányba húzzanak. Tehát, hogy menedzser legyen. Egy kicsit igen. És szerintem jól is állna, szerintem tudna együtt élni ezzel Potter. Szerintem... Nem. Arra emlékszem, hogy elküldtem valahol ötletelésbe, mert a Monakótól is szerződtettek valakit, ő talán technikai igazgató volt, és pont ugyanazon a napon még aláírták a szerződést ezzel a csávóval is, vagy hát kijött a hírekben, hogy... Igen, sajnos ezeket a neveket nem tudom már megjegyezni, de hát ugye 3-4 posztra most már sikerült megtalálni a megfelelő jelöltet. A Tottenham jobban készen van ennél, mármint a klub
szerkezetét tekintve, de... A készen van, hogy... mit értünk? Hát, hogy... Elkészültek az erejükkel a játékosok? eddig tartott az alapozás. Ez is igaz. Nem, hogy megvannak a szerepek, de mégis úgy tűnik, hogy ez felbomolhat. Hogyha nem jönnek az eredmények, már pedig nem jönnek az eredmények. Itt ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem ezzel kapcsolatban, amit az edzőkről feszegettünk eddig, hogy ki hogyan találja meg a megfelelő karaktereket, és ki hogyan bánik velük. És Conte szerintem ebből egy egészen más iskolát visz, mint a már említett Arteta vagy Potter, mert itt hetek, hónapok óta mondjuk azt, amit eddig már tapasztalhattunk Conte korábbi csapatainál is, hogy ezt az íjat ezt lehet feszíteni sokáig, csak elképzelhető, hogy van az a pont, ahol elpattan, mert nagyon jól mutatnak az eredmények, hihetetlen, hogy mekkorát tudott emelni ennek a Spursnek a színvonalán Conte, de elképzelhető, hogy van az a pont, ahol ez a kontrollmánia, amit Conte gyakorol, és azok a sémák, amiket játszanak, azok nem feltétlenül kezdenek működni, és elkezdenek a játékosok kételkedni benne, és elkezdik talán rosszul érezni magukat, amiatt, hogy azt a szabadságot nem biztosítja nekik az edző, amit ők egyébként elvárnának, már csak az egójuk miatt is. És ugye, hogyha ez nem párosul eredményekkel, hogyha valaki látta a tegnapi meccset, akkor azért az láthatta azt is, hogy itt azért nem járt messze attól a Spurs, hogy akár megfordítsa. A második fél időt csak annyit említek, hogy ugye közvetítettük, és az első fél időben megmutatott két gól után, a másodikban 8 Tottenham helyzetet mutattunk válasz nélkül. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy ez még ettől lehetne eredményes, és ugye mindez szon nélkül. De ott ennek van egy ilyen buktatója, vagy egy ilyen nehézsége, hogyha... És ez talán még alá is írja az a tény, hogy az utóbbi időben, akár a Marseille meccset is, hogyha nézzük... Ezt akartam mondani, majdnem jöttek egy Marseille. Az első fél időben gyakorlatilag mindig valahogy sokkal gyengébb a Spurs, mint a másodikban. Akkor azon a Marseille meccsen az a kedvencem, hogy Tudor a pályán van. Majd erről beszélhetünk egyébként a Marseille részében, nem tudom, akarunk erre rákanyarodni? Hát át is kanyarodhatunk a Marseille-re gyakorlatilag. Ha persze. Oké, akkor csak a Marseille-re fókuszálva, igen. A Marseille-nek egyébként az a krédója, hogy droit au but, ami azt jelenti, hogy a büt meg a kapu, tehát a büt az azt is jelenti, hogy kapu, meg azt is, hogy gól. És hogy egyenesen a gólnak, meg egyenesen a kapunak. A droit meg jobbat, meg egyenes. Igen, meg jobb, igen, szóval ez ilyen vissza, lefordíthatatlan szójáték, vagy azt szokták ez, de hogy... Hát előre a gólért, nem? Vagy az valami... Előre a gólért, ez egyébként tök jó, akár filmcím is lehetne. Azt hiszem egyébként egyszerűen valami közvetítésen így fordítottam, úgyhogy... Ó, na, és Tudornál azt érzed, hogy droit au mur, tehát hogy ez a, egyenesen a falnak. Mert tényleg érzed egy ilyet az emberben. Ugye Marseille-ben egy olyan korszak után jött, ahol az elődjét úgy hívták, hogy Jorge Sampaoli. Aki teljesen másfajta focit játszott, ahol központi eleme volt Dimitri Payet, és hoznak egy embert, aki egyébként szerintem egy kompetens edző, aki nagyon érdekes ilyen letámadási sémákat tud összeállítani, labda nélküli munka, az tényleg pöpec. Azt érzed, hogy viszonylag jó, ki vannak mérve a távolságok a játékosok között, de hogy néha eldurran. És ez nem csak arra értem, hogy heves vérmérsékletű ember, hanem, és ezt ő maga is ugye nyilatkozta, hogy nem tud mit kezdeni azzal, hogy 5 cseréje van. És hogy emiatt aztán elkezd egy kicsit így túl cseréri magát. És a Tottenham elleni meccs is egy ilyen, kicserélte magát úgy a meccsből, hogy közben meg egyébként nem is tudta felmérni a tétjét a meccsnek. Tehát itt érzem azt, hogy itt azért egy kicsit akadozik a dolog, hogy ugye a Tottenham ellen volt, párhuzamosan játszódott ugye a Sporting-Frankfurt meccs. A Frankfurt megverte idegenben a Sportingot, amivel eldőlt, hogyha X-el a Marseille, akkor abban a helyzetben ők Európa ligásak. De ezt nem mondták meg a játékosoknak. És ebből lett az, hogy ugye a Marseille vezetett, 1-0 kiegyenlít Langley 1-1, és ebből volt az, hogy a Marseille azt gondolta, hogy mindenképpen nyernie kell. És a 93. percben elveszítenek. És 9 emberrel támadtak. És akkor volt az, amit mondasz, hogy mondhatok, hogy Tudor gyakorlatilag bement már a pályára mondani, hogy gyertek már vissza! És hogy ilyen 3-1 elleni kontrament, és akkor abból verték meg. Tehát ott volt, hogy 40 perccel előtte te még Bajnokok Ligája továbbjutó voltál, és utána meg amiatt, hogy nem kommunikáltad, kicserélted magad, nincs semmi Európa. Itt mondjuk azért Tudorra kapcsolatban, amit meg kell jegyezni, hogy egy pályafutás a nagy részét Olaszországban töltött délszláv emberről beszélünk, tehát a vérmérsékletet talán innen is eredeztethetjük, viszont Tudor... Annak van egy ilyen multiplikatív hatása, nem? Valószínűleg igen, így megsokszorozza. Igen.
Igen, Tudorral kapcsolatban még nem mernék állásfoglalni, mert voltak jó és rossz próbálkozásai egyaránt, az Udinézéje az gyakorlatilag nézhetetlen volt, viszont utána a Veronával meg egészen jó focit játszott, csak azt mondták vele kapcsolatban, ugye egyrészt az a hír járta, hogy Pirlo, akinek a megítélése, ahogyan távolodunk el az ő időszakától, egyre jobb a Juventusnál, hogy ő volt az agy lényegében Pirlo mellett, meg ő volt az, aki a játékrendszerekben segítette Pirlót. Ő volt a Tudor. Azt a minden segít. Igen, bocs. Nem könnyű folytatni innen. Itt minden labda kidurrant, amit volt körülöttünk. Igen, de hogy igazából Tudor azzal tud leginkább mit kezdeni, hogyha előtte egy edző már egy nagyon masszív elképzeléssel dolgozott a klubnál, és Sampaoli esetében ez ülhet, tehát hogy ő nagyszerűen tud továbbfejleszteni valamit. Igen. Ugye a Veronánál is ugyanezt mondták, hogy Juric csapatából faragott egy olyat, ami egyébként maximalizálta a lehetőségeit. Tudor úgy került oda, hogy Sampaolinak volt egy ilyen érdekes fejlődés története, hogy ő hozta az igazi Sampaolizmust, ez a 3-1-6-tal támadunk, és akkor első meccsek után rájössz, hogy egyébként szétkontráznak ott a francia fiatalok, és aztán ezeket így elkezdte hátravonni, és így megtalálta maga egyensúlyát azzal, hogy Rongiert hogy használta, Boubacar Kamarát, gyakorlatilag mindig ilyen kicsit ilyen Beckenbauer-i szinten használta, hogy akkor középső védőként fellépett a középpályára, meg akár magasabbra is. Boubacar Kamara, mint Beckenbauer? Az. Ökölcsapás az agynak, de akkor... De volt egy ilyen szerepkör, mint hogy egy ilyen klasszikus liberót játszott volna. Igen, most Piqué vissza a Beckenbauer. Piqué, igen. Ezért át is vezethetnénk magunkat. De hogy Sampaoli elkezdte egy kicsit így jobban kiegyenesíteni a saját védekezését, és hogy Gendouzit gyönyörűen beépítette. És akkor jött Tudor, aki meg abszolút ilyen széljátékra próbálja meghelyezni a hangsúlyt, behozta ugye Nuno Tavares-t, meg Jonathan Clost, két szárnyvédőt. Clost, oké, viszonylag tud sokat hozni, még a francia válogatottba is most már kezdi beverekedni magát. Nuno Tavares meg egy Roberto Carlos, aki agy nélkül született. Nagyjából ez is, hogy minden alkalommal. Amint egy kicsit a kapu előterébe tud kerülni, akkor rálövi. És így érzed azt, hogy azért úgy megvannak a limitációid, na, és hogy a kreativitás meg nem feltétlenül jön mindenhonnan. És most ugye, tehát hogy jól indultak, úgy nézett ki, hogy megy is, de hogy közben meg írtó nagy volt a zaj, pont az ilyen Tudor-féle döntések miatt. És most kezd igazából leülepedni ez az egész, hogy ez lehet, hogy csak egy ötödik helyre lesz elég? Lehet, hogy a dobogó közelében ott lesz? Most nem áll túl jól, ami a tabellát illeti a Marseille, viszont hogyha azt nézzük, az Atlético nem nagyon tudott ebből a BL kudarcból visszajönni, a Marseille viszont legyőzte a Lyont, ami bármennyire is, amúgy mindkettő középmezőny gyakorlatilag, de legalább vissza tudott ugrani ebből a... A visszapattanás, úgyhogy hívják ezt, visszapattanás, hogy ez a we need to rebound. Igen, most megverték ugye a Lyont, és elképesztően nagy nyomás nehezedett Tudorra. Tehát ott a Marseille ultrán kifeszítették a 4 kilométeres molinót, hogy victoire imperatív, hogy ez a mindenképpen nyerni kell. És hogyha nem nyert volna, ott valószínűleg biztos, hogy most válságban lenne a Marseille. Most ezt meglépték, Laurent Blanc Lyonja ellen. Hát... Ez fontos, hogy Laurent Blanc az a Lyon? Nem, ez a Lyon, ez szerintem még keresi magát, Laurent Blanc szerintem nem a helyzet embere, nem a helyzet kulcsa. Egyébként most így kezdi kiigazítgatni a középpályát, most egy olyan meccset játszottak... Kezdi ahol... megismerni a csapatát, nem? Azt szerintem megosztottam itt-ottamot, hogy amikor megérkezett a Lyonban. Igen, kérdezték, hogy hány meccset látott, és a legutóbbi kettőt, vagy mi volt? A legutóbbi kettőt azt megnéztem. Igen. Két golf. Ugye mindenki azon poénkodik, hogy golfozik, és semmi más nem tölti az idejét. Meg amikor megérkezett a Lyon öltözőjében. De miért kell neki ez a munka egyébként? Én azt nem értem, hogy ez tényleg így van, ahogy mondod. Hát 5 éve nem volt munkája. Jó, volt Katarban. Neki muszáj még top futballban edzősködnie? Megvan a top futball Laurent Blanc nélkül? Nélküle megvan, de a Laurent Blanc, vagy a top futball hiányzik a Laurent Blancból, az a kérdés. És szerintem ez van, hogy kell neki ez az állás, kell neki az, hogy nyugiban legyen, de nem tudom. Tehát, hogy szerintem az nagyon árulkodó, amikor a PSG-től elment, hogy oké, lehet, hogy azt mondod, hogy egy PSG az egy olyan klub, ami a kiégés felé sodor, és hogy ott olyan a klubkultúra, az egész szervezet, politika, hogy tényleg kiégsz benne.
De úgy utána konkrétan 4 évig csak golfozott, tehát semmit nem csinált. Nem az volt, hogy vállalt más munkákat, vagy nem tudom, megjelent volna, hanem ő teljesen elzárta magát a világtól. És golfozott. És akkor elment Katarba, ahol töltött 14 hónapot. Hát szerintem egyébként Tuchel is Indiában még az ajurvédikus masszázzsal ezt próbálja, mármint a PSG-s időszakot, nem a Chelsea-t pihenni. Ugye sokszor mondja, tehát sokszor azt is érdemes megnézni, hogy egy adott edzőnek ki, hogy szokott kinézni a stábja. És Laurent Blancnak ugye Jean-Louis Gasset volt már a Bordeauxban is, amikor bajnokok lettek, meg a PSG-nél is, ő volt a másodedzője. Egy ilyen rutinos mély róka, aki taktikailag is felkészítette a csapatot. De aztán, amikor Blanc elment, akkor Gasset elkezdett edzősködni, és volt a Saint-Étienne-nél, ahol egyébként tök jó szériát futott. De amikor már kiesik, akkor már nem ugyanaz a stábod, akkor nem biztos, hogy te úgy tudsz kiegészülni a mindennapokban, meg úgy tudod ellátni a feladatot, ahogyan az kell. Úgyhogy itt ez a kérdés, hogy Blanc ezt mennyire tudja felépíteni, és szerintem ez nem fog annyira működni. Olyan furcsa fennforgás van a francia bajnokságban, mert ezek a csapatok, mint a Lyon, a Marseille, a Monaco, ők középmezőnyben vannak, ott elől meg Lorient, Lens, Rennes, ennek a bajnokok ligáért. Egy dologban nincsen változás. A Paris Saint-Germain azért valahogy ezt az első helyet tudja tartani, és még veretlen idén, ami nagyon pozitívan hangzik. De volt itt most már szerintem egy hónapja egy elég nagy... hogy mondják ezt, média visszhangot keltő ügy Mbappé kapcsán, és arról szólt minden, hogy most szétesik teljesen ez a Paris Saint-Germain. Itt szétesésről szó sincsen. Hát olyan pályán látottakból nem látszik most szétesés. De igen, volt ugye egy hatalmas nagy média vihar, ahol kitudódott, vagy kijött egy olyan információ, hogy Mbappé boldogtalan. Bocsánat, ez gyakorlatilag egy Instagram üzenet, ugye? Amiről beszélünk. Tehát, hogy tudom, hogy utána a szakértők... Nagyon sokat, például Julien Laurent elég sokat turnézott ezzel az információval, hogy mi a helyzet, de azon kívül, tehát bárki az érintettek közül nyilatkozott-e ott akkor azon a héten róla, vagy csak egy Instagram üzenet jött azzal kapcsolatban, hogy Mbappé nem boldog? Nem, ez inkább ez a, ami hápog és sárga és vízben él és nem kacsa, ez inkább ez ennek az esete volt, és hogy látszottak annak a jelei, hogy ugye Mbappé valamikor szeptemberben, októberben volt ugye ez a kontratámadás, nem, már nem passzolja le, akkor utána majdnem levonult, és ilyen tényleg ilyen nagyon dívaszerűen tüntetett ellene. Akkor voltak a kiszólások az Instagram posztokban. Ezek a jelek, hogy sárga, meg vizes, meg ne. És utána jött egy ilyen belső info, aminek egyébként pont Julien Laurent volt az egyik forrása, a másik a Le Parisien. És a kettő egybe vágott. Hogy most ennek a gyökere mi, azt nem tudom, de hogy nagyjából ezt hozták le. És a felek ugye nem nagyon cáfolták, tehát Luis Campost, ugye a sportigazgatót megkérdezték, azt mondta, és ő nekem egy kicsit politikusi választ adott, hogy ez a... Nem tudok arról, pedig a hétköznapokban mindig együtt dolgozom. Nem tudom megerősíteni, hogy meglep. Cáfolni sem. Igen. És akkor a klub elnöke gyakorlatilag semmit nem mondott. És aztán játékosok nyilván el voltak zárva, gondolom, kapták a direktívát, hogy nem. És aztán utána Mbappé kiállt több nappal később, ahol azt mondta, hogy nem, én nem mondtam soha ilyesmit, én jól érzem magam a PSG-nél, és nyakvakarás, és minden, és onnantól kezdve leült a dolog. De és közben látszott a pisztolynak a cső, amit oda tartott a fejéhez? Vagy? Az Verratti-nál volt, amikor úgy volt, hogy leigazol a Barszához, és akkor úgy nézett ki, hogy ott is már mindenféle tüntetések mentek, hogy akkor nem jelenik meg az edzésen, és utána kijött egy ilyen videó, ahol ez a... tényleg azt érezted, hogy a terroristák kezébe kerül. Három verőlegény kísérte a pályán mindenhova. És szóval a dolog lényeg az, hogy Mbappé azóta lenyugodott, érezhetően lecsillapodtak a kedélyek, most megy egy ilyen találgatás arról, hogy nyilván ha igaznak veszük azt a feltételezést, hogy Mbappé garanciákat kapott a szerződés hosszabbításakor, akkor ilyenek voltak, hogy milyen játékosokat fognak venni, hogy kikkel játszhat, hogy milyen poszton játszhat. Mbappé kijelentette, hogy ő nem nagyon szeret pivotot játszani, tehát ezt az égcsatárt, aki visszafelé mozog, akire fellövik a labdákat, aki tovább passzolja, hanem ő inkább elmozogni szeret. És ugye itt jött ez az szintén egy jel, mint kacsa, hogy a francia válogatottban ott erről nyilatkozott, hogy hát Olivier Giroud mellett könnyebb játszanom, mert hogy én el tudok mozogni. Giroud meg felveszi a labdákat, átpasszolja, tudunk kényszerítőzgetni, összejátszani. A PSG-nél mást várnak el tőlem. Wink-wink, kacsintás. És akkor, na, az ilyen kiszólásokból volt sok, és ezek mutattak ebbe az irányba.
És most úgy néz ki, hogy egyébként a PSG kezdi megtalálni a maga ilyen egyensúlyát, ahol azt tud mondani, hogy Mbappé nagyobb szabadságot kap, el tud mozogni, és nem feltétlenül ezt játszhatják. Most legutóbb ugye Ekitikével együtt játszottak párban. Jó, de ez önmagában tök egészségtelen szerintem, hogyha már csak az alaphelyzetet nézve, hogyha garanciákat adnak egy szerződésben a játék szakmai, illetve a poszttal kapcsolatban, hogy ő hol és milyen szerepkörben játszik. Hát ez azért legyen már az edző privilégiuma, aki irányítja a csapatot, nem? Hát az ki lenne Mbappé. Csak itt az a kérdés, hogy amikor Mbappét meghosszabbították, és ha tényleg kapott ilyen garanciákat, akkor az edzőt nyilván nem vonták be. De itt nem is onhatták nyilván ment, mert nem volt még Gátyé ott, amikor ez megtörtént. Pontosan. Tehát amikor meghosszabbítottak, akkor még Pochettino volt ott, meg Leonardo, akiket napokkal később kirúgtak. Tehát, hogy ha most így belett ígérve valójában Mbappénak, akkor nyilván az edzőnek ez egy nehezített terep. A szakmai igazgatónak is ez egy nehezített terep. És ehhez képest azt látod, hogy ez a PSG most taktikailag nézve ezzel kísérletezget, hogy ugyanaz a megkötés megvan, mint tavaly is egy Pochettinónál, hogy van három embered, őket kötelezően kell játszatnod. A három jó madarad elől, Messi, Neymar, Mbappé. Viszont Pochettinónál azt érezted, hogy ilyen teljesen lapos volt. Tehát semmivel nem játszott, nem váltott szerkezetet, nem kezdett 3-5 védőzni. És itt Gátyénál már legalább azt érzed, hogy oké, néha három védőznek, néha négy védőznek. És akkor azt mondod, hogy akkor most tulajdonképpen hogyan pakolod meg a mögöttük lévő területeket annak a hármasnak, hogy akkor ilyen 5 plusz 2, 4 plusz 3, 3 plusz 4, és akkor ebből lesznek ugye mindenféle különböző felállási formák, plusz ugye elkezdtek nyilván látványos szerintem az, hogy olyan középpályásokat venni, akik tudják bírni ezt a terhelést, és nem egy Verratti Danilónak kell mögöttük takarítani, hanem most már ott van Renato Sanchez, Vitinha, Fabián Ruiz, és akkor Carlos Soler, tehát hogy ezek nem bling-bling igazolások. Nekem időszegel sem tűnt annak, de ő kevésbé. Gay viszont már nagyon lejtőn volt, és azt már Tuchelnél is érződött, hogy már egyre kevesebbet használják, vagy ott legalábbis valami nem stimmel. Hát le is passzolták, és látszik is, hogy nem, azóta sem egyenesedett ki. Most az Evertonban egy jó első fél időt produkált. Hétvégén. Gratulálunk a napjához. Egy jó középpályára került, ugye? Igen. Onánába. Viszont azért nem menjünk el még szó nélkül amellett, hogy bár Mbappé nagyon szeretné, hogy róla szóljon minden, Neymarról szól minden most a Paris Saint-Germain. És Messiről. És Messiről, az szerintem inkább a BL-ben igaz, de hogyha mindenhol tényleg azt nézzük, hogy ki az, aki a több gólban benne van, akkor Neymar az, akitől nem vártuk volna ezt. Tehát Messitől még simán vártuk azt, hogy visszatér erre a szintre, és ennyi gólt lő gólpasszokat is ad Neymar, viszont most azt mondta Gátyi a hétvégi meccs után, hogy lehet, hogy most látjuk a legjobb Neymart, amióta a PSG-ben van. Ott az első két éve az bivaj erős volt, és most tényleg visszatért, tehát hogy tavaly emlékszem, hogy írtam róla egy cikket, hogy Neymar hanyatlik, de nagyjából ez volt az üzenet, mert hogy minden mutatóban azt látod, hogy így leült a dolog. Tehát hogy nem is támadt annyira jól védekezésben, és egyre passzívábbá vált. Látszódott, hogy azért nem volt boldog abban a helyzetben, és nyilván szerintem ennek voltak ilyen személyes okai is, és most megkezdik megtalálni. És egyébként itt jön be az, hogy mennyire találják meg a szerepét, meg az egyensúlyát a csapatban, és amiről beszéltünk az előbb, hogy akkor hogy néz ki egy stáb tulajdonképpen. És ugye Gátyéről, tehát a PSG-nél mindenki arról beszél, hogy Gátyé, jó edző, Luis Campos, micsoda szakmai igazgató, de hogyha megnézed egyébként azon túl mi van, Gátyének a stábja az egyébként egy ilyen majdnem 100%-ban ibériai stáb. Tehát a spanyolok vannak, meg portugálok. És az egyik másodedzője az ugye az a João Sacramento, aki egyébként dolgozott Mourinho alatt is, de korábban ugye a Monaco-nál is volt. És egyébként a portugál iskolának az egyik ilyen jeles képviselője, meg megkerülhetetlen személye. A videóelemzőjük az, aki egyébként Guardiolának is volt a videóelemzője a Barszában. Úgy hívják, hogy gyorsan megnézem, Isidre Ramón. Tehát, hogy azért ott bejött egy olyan know-how, ahol azt mondod, hogy oké, egyrészt meg is tudják értetni magukat a mindenféle spanyol, vagy akár dél-amerikai játékosokkal. Ez Gátyék érte, vagy ez Luis Campos műve? Ez egyértelműen Campos, mert ezeknek az embereknek egy része már Lille-ben is ott volt, ahol Gátyé meg Campos már együtt dolgoztak. És Sacramento is? Sacramento is volt egy darabig, csak aztán onnan kivásárolta a Tatenem. És Gátyének ebben mennyire volt szava? Vagy ezt nem tudom, hogy olvastál erről, vagy tudod, hogy... Tehát, hogy a másodedzőjét azért csak megválaszthatja az ember. A másodedzője, igen, őt úgy hívják, hogy Thierry Oleksiak, aki... Én azt hittem, hogy Sacramento a másodedző. Ő a felkészítő, ő a taktikus. Az Oleksiak, ő kb. Ez a... Ő a consigliere.
Ő az, aki tényleg ilyen átmenetet képez az edzői stáb, meg az öltöző között, de nem az, aki összerakja mondjuk az edzés tervet. És akkor nagyjából így osznanak meg, és pont Alexiákról pont ugyanezt mondták Lille-ben is, hogy ő a kollaboratóra technikó. Ez most úgy hangzik, mint a Sopránózban valami ilyen végrehajtó. Hát jó, hogyha már itt a konciliére szó belekerült, akkor sajnos kicsit kiket javítsalak. Igen, hát a szeme és a füle, tudod. Egyezünk meg egy ilyenben. Úgyhogy, tehát, hogy, és ez érződik. És ugye, mivel nagyon sok a portugál, és ott van Sacramento, aki az egyik, anélkül szakmáznak nagyon. A taktikai periodizáció, az egy olyan edzésmódszer, ami azért eléggé nagy divatját futotta még a 2010-es évek elején, és aminek a középpontjában mindig a labda van. És gyakorlatilag fizikai felkészítés, mentális felkészítés, taktikai felkészítés gyakorlatilag egy olyan gyakorlat csoportot jelent, amit ciklusokra bontanak, és akkor az alapján készítik fel a játékosokat. És megnézel egy ilyen egy PSG edzést, egy edzés videót, vagy akkor tudod, csak ez ilyen snittekből, hogy állandóan ezek a függőleges ilyen cölöpök a pályán, és onnan helyzetváltoztatás. Folyamatosan. És akkor fuss el a keresztbe, és azt látod ezen a PSG-n is, hogy sokkal többet változtatják a helyüket, olyan folyékonyabb lesz a játék, sokkal több a helyzetváltoztatás, és emiatt is aztán, hogy lényegében rengeteget mozognak el, olyan passz szögek nyílnak meg, amiket jó technikai adottságú emberekkel meg ki tudnak használni. Mert nyilván, hogyha mondjuk egy olyan diagonált meg tudsz nyitni, akkor hamarabb megtalálod a játékost. És szerintem Messi és Neymar is élvezi azt, hogy egyrészt taktikai periodizáció, tehát hogy nem fognak veled kuperköröket futtatni, most ezt így nagyon leegyszerűsítve, másrészt meg olyan gyakorlatcsoportokat csinálnak, ahol jobban meg tudják találni magukat. És szerintem most egy kicsit ez teljesedik ki, most ez látszódik a PSG-nél, hogy változtattak ezen, és most a játékosok is kényelmesebben érzik magukat ebben. Élvezhetik a focit végre. Csak az a kérdés, hogy mi lesz itt a VB után, amikor talán Messinek és Neymarnak is lejjebb megy egy szinttel a motivációja. Bár a hétvégén, most hogyha már mondtam, hogy Mbappé háttérbe szorult, akkor mégis csak előtérben volt azzal, hogy nem végigjátszotta a meccset, hanem a legvégén le kellett őt cserélni, és ahogy a tévéközvetítésben látszott, a csapat orvosa kísérte le az öltözőbe. Most ez Benzemánál is kérdés, aki hetek óta gyakorlatilag alig játszik. Mbappénál azt mondták, hogy jó, hát ez izomsérülés akkor, bár Gátyé után azt mondta, hogy csak túlterhelték, és nem egy bizonyos izma fájt, hanem minden izma túl volt terhelve. A legelegánsabban Zsilu adotta meg, hogy rá tudjon pihenni az esetleges VB szereplőse, hogyha úgy dönt. Mire gondolsz? Hát arra, hogy kiállította magát egy gólörömmel. Tehát, hogy... Az, amin a Ramos nélkül besárgázta magát az elődöntő előtt. Nem, itt egyébként az történt, hogy ugye 89. percben szerzett győztes volt, gyönyörűt, hogyha esetleg valaki nem látta, akkor nézze meg, igazi zsírus gól, mondjuk előtte Tonali nyesését is ajánlanám mindenki figyelmébe. És utána egyébként volt egy olyan szitu, hogy egy ilyen kakaskodás miatt a játékvezető több játékost kisárgázott, Zsiru békíteni ment oda, és ő kapta a sárgalapot, ezért könnyű volt megfeledkezni róla 10 perccel később, amikor berúgta a győztes gólt, levette a mezét, meg a aláöltözőjét is, és tök jó volt, mert végigkövette a kamerát, és meg volt az a pillanat, amikor basszus. És akkor az volt a legjobb, hogy ment oda vissza, és már csak a mezét vette vissza, az aláöltözőt nem, azt így fogta a kezébe, és ment oda a bíróhoz megkapni a sárgalapot. Ez olyan, mint a Villarrealnál most, amikor Emerynek az utolsó meccse volt, és ugye megemlékeztek az elhunyt tulajdonosról, és levette a játékos a mezét, és be volt sárgázva, és azért adtak neki sárgát, és azért másik sárga piros, azért, hogy megemlékezett az egyébként a Villarrealt felfuttató elhunyt klubelnökről. Szemetes láda volt a szíve helyén a bírónak. Hát igen, de egyébként ez eleve egy hülyeség szerintem. Uh-huh. De azért miért kell büntetni valakit, mert leveszi a mezét? Hát esetleg, mert elveszíti, és utána nem tudja visszavenni, nem tudom. Valami ilyesmi lehet, hogy csak hogy ne legyen az, hogy megválik. Jó, de azért nem kap sárgalapot senki, mert kinyújtott nyelven végig szalad az ellenfél szurkolói előtt, azért igen, mert megmutatja a mellizmát. Tehát most én ezt nem teljesen értem, meg nem tartom arányosnak. Uh-huh. Meg egyébként, ugye most, hogyha beszélünk arról, hogy volt klubja ellen, ki hogyan szerez gólt, azért annál gusztustalanabbuk kevesen ünnepelték a góljukat, mint Higuain a Napoli ellen annak idején, azért nem jár neki a sárgalap, mert hergeli a teljes nézőközönséget. Na mindegy, ez csak egy ilyen apró kitérő. Ebben nyújtjuk a szabálymódosítási javaslatot. Ebben ugye az volt a pikantéria, hogy ugye sárgát azért kapsz, ha vagy leveszed a mezt, vagy eltakarod az arcod. De ugye ő egyiket sem csinálta, mert arra ez rajta maradt, és ugye begyűrte ide a nyaka, vagy a tarkójához. És az arcát sem takart el. Tehát, hogy itt azért tényleg arról volt, hogy a bíró ezt nem túl rugalmasan kezelte.
Ja, szóval így áll a francia válogatott. Kérdések közepette ők is. És szóval aztán senki nem tudja, hogy áll a francia válogatott egyébként. Igen? Hát nem, mert ugye... Julien Laurent sem. Hát, hogy biztos tud a Pogba fivérekről, meg az Mbappé botrányokról, de az legutóbbi összetartáson a francia válogatottban 14 hiányzó volt. Hát és Kanté-Pogba nincs. Kanté-Pogba nincs, Várán is ugye kérdéses, Ümtiti nincs, tehát hogy ezzel gyakorlatilag a négy embert mondtam, aki a 18-as válogatottnak a meghatározó ilyen négyszögét alkotta, a belső védők, meg a középpályások. De Zsirú van. De Zsirú van. Úgyhogy nem kell pánikolni. Hát meg van, ez lesz Benzema is, nem? Tehát, hogy azért ott sem annyira komoly a probléma. Ez a kérdés, hogy Benzema lesz-e? Elvileg a kezdésre nem biztos, hogy fölépül. Nem tudjuk. Tényleg nem hát Giroud bomba formában van egyébként, tehát hogy ha onnan nézzük, akkor az remek, csak hát kérdés, hogy... Ezt Bence írta, vagy te írtad a Kateri VB-s témát? Én. Nem, te írtad? Uh-huh. Beszéljünk még róla? Szerintem egy kicsit érdemes. Hogy? Persze, hogy kivágjuk, vagy nem. Dehogy vágjuk. Igazából csak azzal kapcsolatban érdekes, mert én Krisznek a véleményére kíváncsi vagyok, aki nagyon régóta figyeli, és viszonylag közelről látja ezt a katari építkezés, beavatkozást, mind a francia futballban, akár itt televíziós, akár a klub szintjén, akár itt a VB rendezés kapcsán, mert ezek nagyjából egy időben indultak ezek a folyamatok, a 10-es évek elején, hogy egyrészt látjuk-e azt, hogy itt nagyjából szerintem látjuk, hogy mi a végcél, de hogy a végcél után mi történik, engem az foglalkoztat leginkább. Tehát, hogyha meg lesz ez a sikeres világbajnokság, attól például a Paris Saint-Germain projekt az ugyanúgy fog épülni, mint ahogy az elmúlt 10 évben épült? Hát a jelek szerint egyébként igen, de ugye minden áprilisban ezek megdőlni látszik, amikor éppen kiesnek a Bajnokok Ligájából, vagy inkább úgy mondani, nem nyerik meg a Bajnokok Ligáját. Itt ugye az a nagy kérdés, hogy mi lesz. És ugye most ez egész ilyen földrengésszerű volt most tavasszal, amikor kiestek, mert nyilván irgalmatlanul lefektetett cél volt az, hogy a katari VB alatt hát tudjanak már haknizni azzal a BL serleggel, és ez ugye nem valósult meg még úgy sem, hogy ott volt Lionel Messi. De ugye a katariaknak nem csak egy BL serleggel, hanem már csak pusztán az, hogy megvan Lionel Messi, és ki tudod plakátolni vele a dohai repteret, azzal már a sikernek egy bizonyos koncepciót eladod a országvilágnak. Nem, hát ugye engem az foglalkoztatott a katari kérdésben, hogy Katarnak ez elég kevés találata van ebben az egész szervezésben. Emberi jogi kérdésben, munkaügyi kérdésben, ha arról van szó, hogy akkor tényleg hogyan húzták fel ezeket a stadionokat, hogy hány halálesetről számoltak be ténylegesen, hogy a nemzetközi szervezeteket mennyire vonják be ezekbe, tehát hogy itt a mai napig nem tudjuk egyébként, hogy hány munkás halt meg mindenféle szerencsétlen körülmények között. És hogy ez azért eléggé para. A másik része az pedig ugye a megválasztásnak a körülményei, hogy Katar ezt ugye hogyan kapta meg, és hogy ezt néztem meg, vagy ezt gyűjtöttem ki, hogy a FIFA végrehajtó bizottság, amikor 2010-ben odaítélte az Oroszországnak meg Katarnak ezt a VB rendezést, az ottani 22 tagból 12-t már elítéltek, vagy eltiltottak a futball különböző ügyeitől. Ételesen le van írva a FIFA Mafia című könyvben, úgyhogy ez nem kérdés. De még bocs, csak azért, és hogy igen? A Tibinek a kérdésére, tehát hogy azt, azt csak azért pontosítanám, vagy lehet, hogy így jobban érthető, hogy az egész Katar projektnek a kicsúcsosodása ez a világbajnokság. És a Paris Saint-Germain is, mintha azért is építették volna fölé, azért táplálták volna ennyi pénzzel, hogy a VB-re fölépítsék az egésznek a hátterét, de hogy a VB az a kicsúcsosodása lesz az egésznek, és megéri-e utána annyi pénzt rakni továbbra is a Paris Saint-Germain projektbe, vagy az európai projektbe, mint előtte. Tehát utána most nem lesz olyan végcél, mint a VB. Bocs, mielőtt válaszolnál, tehát itt annyit kell még azért hozzátenni, hogy a Paris Saint-Germain szerintem csak egy része ennek a projektnek. Ugye Nasser Al-Khelaifinek hívják jelen pillanatban az Európai Klubok Szövetségének az elnökét, ugyanúgy hívják, és nem névrokonságról van szó, hanem személyi egyezésről, hogy hívják, nem Al Jazeera, hanem a Beansportnak a vezérigazgatóját, hogyha jól tudom, tehát annak a szervezetnek is. Meg 40 másik ilyen sportintézménynek. És hát annak azért van jelentősége, mert ha jól emlékszem, akkor 2026-ig ez a cég gyártja a Bajnokok Ligája mérkőzéseket. Tehát amit képi anyagként itt az elején beszéltünk és meséltünk, abban nagyon-nagyon komoly szerepe van, hogy ők
ez az összefonódás ez annál sokkal szorosabb, mint hogy Paris Saint-Germain, de mégis egyébként ugye ez a korona ékszer, ezt nyugodtan mondhatjuk, mert kevésbé lehet, tehát nyilván befolyást lehet szerezni a klubok szövetségének elnökeként is, meg televíziós társasággal is, de talán a leginkább mutogatható, meg értékes sportékának egy kívülálló számára a Paris Saint-Germain tűnik. Hát mind korona ékszer, igen, de én ezt az egészet inkább úgy látom, hogy a PSG, meg ez az egész sportprojekt, ez tulajdonképpen csak egy manőver egy sokkal nagyobb saktáblán, meg egy sakjátszmában. És hogy a katariaknak az ambíciója, az nem feltétlenül az volt, hogy most a sporton keresztül, és akkor innentől jön be ez a sportmosás fogalma, hogy akkor azon keresztül növeljük a reputációnkat, meg hírnevet szerezzünk, hanem arról szól, hogy gazdasági és biztonságpolitikai szempontból hogyan biztosítsuk be magunkat akár a következő évtizedekre. És szerezünk befolyást. És ez a VB rendezés, ez ennek az egyik ilyen lépése. Mert hogy egyébként az, hogy rengeteg erőforrással rendelkeznek, amiket aztán megpróbálnak barátságra átkonvertálni, ez erről szólt ez az egész manőver sorozat. És nagyon, most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, de hogy ami ebben az egészben fura az, hogy mindenki arról beszél, hogy ezt bojkottálni kellene. És engem ez foglalkoztatott benne, hogy akkor a szurkolóknak, meg a szereplőknek, meg akár a játékosoknak felrólják azt, hogy hát akkor miért nem tüntettek, meg miért nem bojkottáljátok a katari VB-t. Miközben meg szerintem egyáltalán nem őket kellene, hanem megnézni azt, hogy egyáltalán ez hol csúszott el. És akkor nézd meg mondjuk egy FIFA-t, ami egy olyan szervezet, ami odaítéli ezeket, és amely 98-ban 300 millió dollár volt az éves bevételük. 2014-ben 5,2 milliárd. Igen. Tehát, hogy akkorát nőtt egy olyan szervezet, ami egyébként semmennyire sem regulázza a futballnak a gazdasági oldalát, vagy gazdasági szektorát, és közben meg van egy ilyen intézményi alapja, ami gyakorlatilag úgy működik, mint egy ilyen család, vagy nem tudom, egy ilyen hatalmi, amiben gyakorlatilag ekkora megnövekedett pénzmennyisége szinte kódolva van benne, hogy az egész egy korrupt szervezetté válik. És hogy ebben a kérdésben visszadobni ezt az egészet a szurkolóknak, ahol mondjuk Franciaországban most már az van, hogy nem teszünk ki kivetítőket Párizs főtereire, mert hogy akkor nem nézzük a meccset. Szerintem ez pont az veszít, akinek a legkevésbé van hatása erre. És én azt mondom, hogy szerintem inkább ezeket a szervezeteket kellene regulázni, mint sem a szurkolóktól elvágni, hogy akkor most nem nézek meg egy Katar-Ekvádort. Csak ki regulázza meg azt a FIFA-t, amelyik a nemzetek fölött áll az egész világon átívelve. Tehát, hogy a FIFA az nincsen semmelyik bíróság alá bejegyezve, maximum a nemzetközi sportdöntőbíróság, de hát ott meg olyan kapcsolatok vannak, olyan összefonódások, hogy saját magát nem fogja elítélni gyakorlatilag. Ez bennem is egyébként maximálisan átfordult, ez amit itt most az előbb beszéltetek, hogy volt bennem is egy elég komoly ellenérzés itt az egész rendezéssel, meg a VB-vel kapcsolatban. Most, hogy közeledünk hozzá, én nagyon várom. Hát ugyanazok a játékosok fognak játszani, brillírozni, cselezni, lőni, szerelni, akiket egyébként csodálunk hétről hétre az európai topligákban, és egy nagyon-nagyon értékes és komoly presztízsű trófeáért játszanak, úgyhogy élvezze mindenki meg. Szerintem most jelen pillanatban, ha már eddig jutottunk, akkor ne azt keresjük, hogy kit kell büntetni a VB-vel kapcsolatban, hanem próbáljuk meg ennek a tornának minden pillanatát kiélvezni. Egyrészt. Másrészt pedig még visszakötve arra, amit mondtál, hogy mennyire voltak kompromisszumkészek a katari szervezők, szerintem ott azt még fontos kifejteni, meg arról beszélni néhány mondatot, hogy ahogyan indult ez az egész, hogy akkor ott nem lesz akkor semmi engedélyezett, ez 19 órában lehet alkoholt fogyasztani például, ami szerintem az odaérkező szurkolóknak egy viszonylag fontos elem. Ha DJ-k fognak fellépni a szurkolói zónákban, ugye eleve az országban tiltott lett volna a nyugati zenetet, amit nem férfi énekel, az nem mehetett volna, most egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot. Most ugye múlt heti bejelentés, hogy a lelátón engedélyezik a szivárványos zászlónak a megjelenését is, amit kigondolt volna. Amit egyébként a katari biztonsági személyzetnek az elnöke azt mondta, hogy hát előfordulhat, hogy megelőző jelleggel el kell, hogy vegyük ezeket a szimbólumokat, hogy elejét vegyük az agressziónak. Tehát, hogy ezzel meg tudod... Jó, igen, ez egy kicsit gumiszabályt állítottak fel. Jó, de mindegy, tehát a kompromisszum készséget azt valamilyen szinten érzed a rendezők részére. Arra 28 napra, igen. És ez nagyjából eddig, ebben kimerül szerintem Katar esetében.
Jó, csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban megmondani. Gyorsan még végigszaladunk az olasz meg a spanyol történéseken, mert azért csak volt egy Piqué visszavonulás. Parancsolj! Vagy Piquével kezdjük? Hát akár. Nem tudom, mondhattok, amit szeretnétek a hagyatékáról, azért azt látni kell, hogy szerintem ez egy nagyon jó időzített visszavonulás. Abból a szempontból, hogy Piqué látja, hogy tavasszal nem lett volna szerepe, ami szerepe lett volna, ott könnyen átfordulhatott volna abba a szurkolóknak a reakciója, amiben egyébként idén is egyszer-kétszer már majdnem átfordult, hogy kifütyülik őt, mert egész egyszerűen nem elég jó már ahhoz, hogy a Barszával inkább a futós meccseken nyilván, tehát ahol neki többet kell futnia, azokon nem lesz elég ehhez az ő mostani fizikai állapota. És most meg, hogy a VB előtt visszavonul, így teljes nyugalomban tehet mindent, maradhat a Barszánál, ő mindent megtett, kiestek a BL-ből, tehát tavasszal már csak az Európa Liga lenne, meg a spanyol bajnokság, de innentől koncentrálhat arra, ami igazából már jó néhány éve elő van készítve, hogy ő a háttérben szervezkedjen. Ne legyen kétségünk a felől, hogy az ő kapcsolataival és az ő eszével ott fog maradni, nem csak a Barcelonánál, hanem a fociban, és csak az a kérdés, hogy melyik elnöki pozíciót foglalja. Belefér még, Krisz, vagy? Persze, nem, egyáltalán nem. Nekem csak annyi jutott eszembe ezzel a Piqué visszavonulással kapcsolatban, hogy én nem emlékszem arra, hogy bárki a barcelonai legendák közül ilyen lehetőséget kapott volna a búcsúra. Hogy az egész Camp Nou tapsolja, és egyenként elbúcsúzik minden stábtagtot. Nagyon jó volt egyébként szerintem. És már csak emiatt is egyetértek azzal, amit mondta, hogy jól időzített volt ez a... Ezt is átgondolta, bocsánat, még ez jutott eszembe, hogy van tétje itt? Nincsen, játszhat akár ezen a mérkőzésen. Furcsa lett volna egy olyan meccsen elbúcsúzni, ahol komoly tétje van, ahol a Barca már a Reállal kiki harcban van a La Liga címért, és ez azon egyik utolsó meccsen azt mondja, hogy itt az akkori leendő média viharban, ami a Reál-Barca versenyfutás közben zajlik, hogy hát egyébként elbúcsúzott Piqué. Senkit nem érdekel, itt viszont érdekel mindenkit. Nagyon fura lesz egyébként a Barcelona, most ezen gondolkodtam, amikor már nem lesz soha, amikor Busquets is el fog menni, akkor Jordi Alba is el fog köszönni, akkor mi lesz? Egyébként tényleg nagyon érdekes volt látni azt a hatalmas tiszteletet, ami Piquet övezi, már csak az ilyen social médiás tiszteletkörök alapján, és nyilván ebben benne van szerintem az is, hogy Piqué az a vérbeli kulé, tehát hogy az a igazi barcelonai kereskedőtársadalom sarja, akinek már a nagyapja is ugye alelnök volt, és hogy abszolút ezt a Barca DNS-t ezt így magában hoztam. És emiatt, és ezzel szeretett is szerintem játszani, hogy barszásként, hogy ő tőzsgyökeres és hazabeszéd Katalóniának. A másik része meg az, hogy nyilván a tisztelet szerintem azért is jár neki, mert néztem most ilyen tribute videókat róla, ilyen 2009-2010-es időszakból, amikor a foci még nem tartott ott az ilyen labdanélküli műveletekben, mint most. És láttad ezt a Guardiola-féle csapatot úgy játszani, hogy gyakorlatilag így viszik a labdát, és ugye a tiki-taka, tehát amikor arról beszélünk, hogy tiki-taka, akkor nyilván mindenki inkább a paródiáját azonosítja, hogy mindenki 3 méterre áll egymástól, és 40-et passzolnak, de úgy, hogy előre nem mennek. És olyan ilyen játék elemeket látni, amikor felviszik, eljutnak a 16-osig, falnak ütköznek, és akkor visszaforgatják egészen a kapusig, és gyakorlatilag egy ilyen tempótámadás épül fel, és az egész csapat ilyen 60 méter széles, és tényleg szétnyúlik az egész, és szerintem ez volt egyébként az eredeti tiki-taka ötlet, és hogy ebben Piqué mennyire egy olyan védő volt, aki szerintem így egy olyan korba került, ahol szükség volt erre, és ebben így ki tudott teljesedni. És szerintem ez egy hatalmas erénye, hogy ez a kettő így, hogy ez a kettő így találkozott, és ez tette teljesé Piquét. Meg nyilván az, hogy tudott tanulni az olyan mentoroktól, mint mondjuk Puyol, meg akivel tök jól összepárosult. Ugye Michael Cox szereti azt hívni, úgy hívni ezeket a védő tengelyeket, hogy a kutya meg a macska. És ugye van a kutya, aki meg tapad az ellenfélre, aki harap, aki rámegy, aki ütközik, aki fizikai párharcra jelentkezik, ez volt ugye Puyol. Meg van a macska, aki meg inkább settenkedik, aki inkább okosan felméri a területet. Tarkovszky és Kóbi. Nem, ott mind a kettő kutya. És hogy Piquén azt érezted, hogy a kettőt tudja ötvözni, de hogy egyébként meg tök jó felmérte ezt, hogy láttad azt, hogy már akkor oda tartott, amikor még a csatár sem tudta, hogy ott lesz a labda. Milyen furcsa, hogy kellett ehhez egy kitérő a Manchester United-be. Viszont amit még ugye szeretek vele kapcsolatban, és szeretném, hogy ez több játékosnál lenne, így lehet, hogy ez nem mindenkinél, és nem minden pillanatban van így, az idő megszépíti az emlékeket, hogy ő
kimondta, amit gondolt. Tehát, hogy van esze, de emellett mindig elmondta azt, hogy ő mennyire utálja a Real Madridot, és mennyire fölhergelte az embereket ilyen szituációkban, és kiállt az igaza mellett. Mondjuk nyilván néha ezt átgondolta, néha nem, de neki lesz befolyása. Hát meg ez a fajta ilyen kettős élet, amit folytatott, és most hihihi, ha-ha-ha, Shakira, de nem erre gondolok. Hanem az, hogy ugye ő nem csak focista volt, hanem már gyakorlatilag 20 évei eleje óta már ugye ilyen bizniszmenként pozícionálja magát. Mondj még egy játékost, aki játékos korában, abban a ligában, ahol játszik, a ligának az elnökével, vagy hát pontosabban a... Azt hittem, aki bizniszet. Mert Mathieu Flaminit akartam mondani, aki már akkor milliárdos volt. Jó, de ez teljesen szélsőséges példa. Tehát ez annál még sokkal szélsőségesebb, hogy Rubia leszel, kijöttek erről hangfelvételek, egyezkedik arról, hogy a szuperkupát miért érdemes Szaúd-Arábiában 4 csapattal játszani, és hogyan fogják ők elosztani a pénzeket. Egy játékos, aki játszott közben egy, a Barcelonában. Egy olyan játékos, akit meg Puyol, amikor meg Piqué volt 21 éves, akkor Puyol így a pályán állítólag mindig így arra emlékeztette, hogy Geri, vagy Zseri, Geri, hívjuk Gerinek, Geri, mi van? Ja, csak figyelni akartam, hogy koncentrálsz. És még Guillem Balogét, hadd mondjam el a sztoriát, mert az zseniális volt. Unitedban, ugye átigazolt Unitedba, és Manchesterben Balogé volt az, aki így elkísérte az első néhány útján, és az első ilyen sajtótájékoztatóra mentek, és a kocsiban mondta, hogy a Piqué nagyon izgult, hogy na most mi lesz akkor, mit fog ő mondani, nem tud angolul, mire fognak rákérdezni, és mondta a Balogé neki, hogy nem kell izgulni, előre írd meg magadnak, gondold át a válaszaidat, és tök mindegy, mit kérdeznek, azt válaszol, úgy tereld, hogy elmondd azt, amire te készültél. Ilyen média tanfolyam első lett. Igen, és hogy ahhoz képest, hogy akkor mennyire izgult, ahhoz képest mostanra Piqué tényleg szerintem a legtöbb ember fölött áll a fociban. És szerintem pont ez a kettős élet az, ami lehetővé tette neki azt, hogy most ilyen könnyen elmenjen. És hogy visszavonuljon, mert hogy sok játékos ugye pont ettől fél, és ezért nem tudja abba hagyni, mert fél az ürességtől, ami utána van. De mivel neki már van egy bizniszmen oldala, ezért könnyebben meg tudta tenni ezt a váltást, és most azt éljük meg, amikor ezt levedli a focistát magáról, és valami másra alakul el. Ja, de mondjuk ezt azért annyival kiegészíteném, hogy ki az, aki az elnök, hát mondjuk Mbappé Emmanuel Macronnal egyeztet. Tehát, na tessék! Nem a liga elnökkel. Igen. Holmi liga elnökkel. Hanem... Rubiára szeretne csak spanyol elnök lenni. De igen, ha befolyásról van szó, igen. Legfeljebb ezt a példát lehet még felhozni. Hát meglátjuk, amikor Piqué és Mbappé az Európai Szuperliga elnöki székért versenyez egymással 10 év múlva. Szíria? Hát csak nagyon röviden annyi, hogy ugye Giroud győztes golyáról már volt szó. A Spezia ellen a Napoli a veretlenség elvesztése után ugye otthon azért nyerni tudott, mármint a BL-ben kapott ki ugye a Liverpooltól. Így már csak a Paris Saint-Germain a top ligáknak a veretlen csapata egyedüliként, az Atalanta ellen fordított Spalletti csapata, és hát volt 2 rangadó is vasárnap, a római derbit azt a Lazio nyerte, Ibanez óriási hibájának köszönhetően Felipe Anderson talált be, és az jelentette a győztes gólt, a Juventus pedig legyőzte az Intert 2-0-ra még hozzá, és még azt sem lehet állítani, hogy ne lett volna megérdemelt a Juventus siker. Én azt olvastam Benito beszámolójában, hogy akár 3-at is lőhetett volna az Inter az első fél időben. Az első fél idő az még kiegyenlített volt, de szerintem utána nem feltétlenül volt meg az esélye annak, hogy az Inter ezt megfordítja, vagy ki látta ezt jönni? Pont arról beszélte, hogy az Inter az most egész jól lehozta ezt az októbert. Kiejtette a Barcát, majd kikapott a Juventustól. Szóval a Juvénak ott lenne a helye a BL-kies is. Igen. Feltétlenül. No, hát szerintem akkor a végére értünk, nem? Akkor nagyon talán szépen köszönjük. Még egy 3 órát elődögélnék egyébként, mert azt érzem, hogy mindenről lehetett volna még. Természetesen most már tudjuk a párosításokat. Igen? Brüssz-Benfica. Ó! Az a hipster érdekes találkozó. Igen. Liverpool-Real Madrid. Már megint? Legalább nem egy döntő. Neked nem a Superligát találták ki. Nem, Frankfurt, Napoli. Milán, Tottenham és Leipzig, Man City, amit eddig látok. Aha. Na mindegy, ezt majd legközelebb. PSG, Bayern. Na, összesorsolták a nagyokat. PSG, Bayern. Valamikor erről beszélünk. Mégiscsak kellett volna az az első hely a csoportban. Ajaj. Aha. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Legközelebb is jövünk. Ez volt az igazi cliffhanger.